kultúra és média ismeret, valamint a dráma vizsgatárgyából írnak érettségit a diákok. Az írásbeli érettségik jövő hétfőn zárulnak. Nagykanizsán előzetes letartóztatásba került egy 19 éves férfi, aki egyetlen éjszaka alatt 3 autót tört fel, és megtámadott egy nőt is. Utóbbinak a bejelentése alapján a rendőrök 1 órán belül elfogták. Az eset még a múlt héten szerdán történt. A fiatalember ellen rablás kísérletének és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Lezuhant egy mirázsvadász bombázó Tajvanban. A gép az ország északnyugati partjainál csapódott a tengerbe. A két pilóta katapultált és túlélte a balesetet. A tajvani légierő 5 napon belül a második harci gépét vesztette el. A körülményeket még vizsgálják. Újabb rekorddal bővült a világ legmagasabb pontjának története. A hétvégén először hódította meg a csomagunkat szaudarábiai nő. Egy másik hegymászónak pedig elsőként sikerült ugyanabban a szezonban a hegy mindkét oldaláról felkapaszkodni a 8848 méteres magasságot. Tornádók pusztítanak az Egyesült Államok közép-nyugati és déli államaiban. Egy ember meghalt, 2 eltűntek, a kórházakban pedig több tucat sérült. Elike jöjjön ki, elegyen libabája, elike! Nagyon szép vagy, Ellike! Nagyon szép vagy, Ellike! Nagyon szépek vagytok, igen! Egyik sem, mint a másik! Nagyon szép vagy! Jaj, de szép ő én nekem! Hát nagyon szép! Nagyon szép! Te is szép vagy, Pucsuka. Szépek vagytok, igen. Kedves hallgatóim, a Magyar Pünkösdi Egyház idefájt nevezetéből, Békés városából, a szülővárosokból szeretettel köszöntő önöket a szerkesztő Urkon Sándor László. Az élet úgy hozta, hogy legutóbb húsvét másnapján a Békésről élő istentisztelet a református templomban. Most pedig a Drága utcai pünkösdi gyülekezetből hallhatják a pünkösdi istentiszteletet.